amit korábban Júdeának, illetve Izraelnek is neveztek, hosszú ideig a hellenisztikus birodalmak részeként tartották számon, azonban római fennhatóság alá került a későbbiekben. A királyok megtarthatták a hatalmukat, de ehhez együtt kellett működniük a rómaiakkal. A zsidók továbbra is követték egy vallásukat, az ősi hitelvekhez a farizeusok, vagyis az írás tudók gyökeresen ragaszkodtak. Magyarul a vallási külsőségek számukra rendkívül fontosak voltak. Ők sokkal fontosabbnak tartották, hogy még a kis vallási közösségek is gyakorolják a vallásukat a zsinagógákban. Ehhez külön nem kell ellátogatni a jeruzsálemi templomhoz. Itt felkészült tanítók, vagyis rabbik magyarázták az ószövetség tanításait, és ők vezették a szertartásokat. Ebben az időszakban válnak ismerté az eszénusok, ők egy zárt csoportot alkottak. A Kumrán magaslat barlangjaiban éltek elsősorban, és vagyon közösséget tartottak fenn, szigorú szabályok alapján. Saját magukat úgy nevezték, hogy az új szövetség közössége. Ők úgy hitték, hogy az ember lelkiért a jó és a rossz folyamatosan harcol egymással. Azért, hogy a jó nyerjen, mindig lemondással és bűnök elleni harccal igyekeznek a megváltásra törekedni. A zsidó vallás követői körében régóta várták a megváltót, aki majd az országot megszabadítja az elnyomóktól. Az idegen uralmak elől nagyon sokan Palesztinából el is költöznek. Azok a zsidók, akik elhagyják a diaszpórát, eltávolodnak a saját hagyományaiktól, és a hellenizmus hatni kezd erőteljesen. Ennek köszönhetően született meg a zsidóság között a legnagyobb hatású vallása a világ történelemnek, ami a mai napig a legnagyobb követőtáborra rendelkezik, ez a kereszténység. Ennek a vallásnak számos ige hirdetője volt. Az egyik ilyen keresztelő Szent János, aki a megváltó közeli eljöveteléről tanította az embereket, és bűnbánatra készítette fel a népet. Ezért van az, hogy ő jelképezte a megtisztulást, és követőit a Jordán folyó vizében megmártotta, ez volt az úgynevezett keresztelés. Mivel nagyon sok követője volt, Heródes, a zsidó király, kivégeztette őt. Továbbá az ő nevéhez köthető a betleemi gyermekgyilkosság is, amikor híre megy annak, hogy érkezik egy megváltó, aki hamarosan megszületik. Ugyanis kereszelő Szent János lesz az, aki megjövendori a megváltó Jézus születését, és az ő megváltását hirdette. Tehát a másik fontosabb ige hirdetője ennek a vallásnak a názáreti Jézus volt, aki a tanítványaival, az apostolokkal, vándortanítóként, aféle csodadoktorként járta a Judea városait. Ő csupán azt állította, hogy értelmezés és tartalommal tölti meg a zsidó vallás előírásait, nem változtatja azokat meg. A közelgő végítéletet az folyamatosan hirdette, amikor is Isten el fogja dönteni, hogy elnyerjük-e az örök életet, vagy örök kározatra jutunk. Jézus azt vallotta, hogy nem azért fogunk üdvözülni, mert bármilyen szertartáson részt veszünk, és betartjuk a különböző tilalmakat, hanem azért, mert Istenhez méltó életet élünk. Na most ez a zsidó főpapoknak egyáltalán nem tetszett, mert akkor az ő feladatuk az gyakorlatilag fölöslegessé válik. Jézus szerint, ha valaki bűnbánatot tart, azzal elnyerheti a bűnbocsánatot, és üdvözülhet, amennybe kerülhet. Az ő tanításának az volt a lényege, hogy az ember szeresse Istent, és szeresse embertársait. A kabzsiságot, a vagyonszerzést, az erőszakot, a gyűlöletet, a bosszút az folyamatosan támadta, hiszen meggyőződése szerint a megbocsátás nélkül nem jöhet el a szeretet. Életével rengeteg példát mutatott az embereknek, ezért a híveinek a száma gyorsan nőtt. Judea, a római helytartója, Poncius Pilátus a zsidó főpapok unszolására kivégeztette és keresztre feszítette. Azonban, azzal, hogy Jézus meghalt, a tanításai nem vesztek oda hívei őt tekintették a megváltónak, tehát Héberül megváltónak nevezték, és királyként felkentnek, ami görögül annyit tesz, Krisztus. Innen származik a Krisztus kifejezésünk, és ezek az apostolok várták a második eljövetelét. Jézus valamennyi közvetlen követője kezdetben zsidó volt, azonban a tanai az egész hellenisztikus világra kiterjedtek, és kilépett így a zsidóság köréből, hiszen az emberek régóta várták azt, hogy valaki megbocsásson nekik. Péter apostol lesz az, aki az első században Jeruzsálemben létrehoz egy kis közösséget Jézus tanítványaiból, és keresztényeknek fogják nevezni őket, vagyis Krisztus hívőknek. Pál Apostol lesz az, aki hirdeti, hogy a megváltás már Krisztus kereszthalálával megtörtént, ezért aki hisz Jézusban, az egész biztosan üdvözülni fog. Szent Pál Apostol hirdette azt, hogy Isten nem csak a zsidóké, tehát bármelyik nép, embere nyugodtan gyakorolhatta a vallását és szerethette Istent. Úgy vallották, hogy Jézus nem csupán ember volt, hanem ő volt Isten fia, sőt valójában azonos volt Istennel. Ugyanis a keresztény vallás alapja az volt, hogy egy Isten az három személyből áll. Van az atya van a fiú, aki Jézus, és van a Szentlélek. És az élet bárhogyan is hozza, bárhogyan alakul a sorsunk, Isten ezzel teszi próbára azt, hogy milyen a mi hitünk, és el kell fogadnunk, ahogyan ez a világ rendjében is megszokható, ahogyan alakulnak a dolgok. Innentől teljes egészében a keresztények elvetik a vagyonközösségben való élést, és felváltotta az, hogy a szegényeket gyámolítják. A kereszténységre jellemző, hogy ez egy monoteista vallás, Egyetlen Istent három személyben képzel el, az Atyát, vagyis a Teremtő Istent, a Fiút, Jézus Krisztust és a Szent Lelket, a profétákon és az apostolokon keresztül megszólaló Isten alakjában. Ez az úgynevezett Szent Háromságtan. A zsidóság ezt a vallást nem igazán szerette, mivel az újtan nem hozta el a népük szabadságát, és nem is ismerték el Jézust megváltónak, tovább reménykedtek abban, hogy eljön majd a messiás. 70-ben történik meg az, hogy a rómaiak lerombolják a jeruzsálemi templomot már másodszor is, ezért van az, hogy napjainkban csak a templom nyugati fala látható, ezt nevezik siratófalnak. Azóta sem építenek a zsidók templomot, csak zsinagógát, melyek nem templomok, hanem elsősorban csak gyülekezeti helyek, ahol a vallásokat gyakorolják. A keresztény egyház öt patriarchátust hozott létre: Rómában, Konstantinápolyban, Alexandriában, Jeruzsálemben és Antiókiában. Mindegyiknek az élén a pátriárka állt, ez a mai püspöknek a megfelelője. Az ő segítőiből, a presbiterekből alakult ki a papság. Így alakult ki az egyház belső felépítése, egy hierarchia rendszer, ami a magasabb tisztségűek feltétlen tiszteletén alapszik. Állandósultak a papság által végzett szertartások, ilyen volt például az úrvacsora, az áldozás, a keresztelés, és kialakultak különböző keresztény ünnepek, amiket gyakoroltak. Egyes provinciákban a püspökök összejöveteleket tartottak, úgynevezett zsinatokat, ahol a hit kérdéseiről és a szentiratalok értelmezéséről döntöttek. Amíg az új vallás nem sértette egyik állam érdekeit sem, addig nem is próbáltak szembeszállni vele. Viszont a keresztények csak saját isteneiket tisztelték, ezért megtagadták a római császárok istenítését, és a hitüket terjesztették, ezért gyakran előfordult, hogy felléptek ellenük, és megkezdődtek az első keresztény üldözések, amik során rengeteg keresztény embert keresztre feszítettek, illetve brutális módon kivégeztek. Ezeket nevezzük kereszthaláloknak, illetve mártírhaláloknak. Ez a megmozdulás viszont nem érte el a célját, a harmadik századra a lakosság nagy része így is keresztény lett. A Biblia nem más, mint a kereszténység szent könyve, ez két részből tevődik össze. Az Ószövetség az, ami többségében Héber nyelven íródott, némely része viszont Arámi nyelven. Ez tartalmazza a zsidók szent iratait. Mózes 5 könyve, a Teremtés, a Kivonulás, a Léviták, a Számok, a második Törvénykönyv, és ezeknek a zsidó elnevezése a Tóra. Ide tartoznak a Próféták könyvei, és végül egyéb más iratok is, mint például az Énekek éneke. Az Ószövetség azért íródott Héber, illetve Arámi nyelven, mert ez a zsidó vallás számára is fontos dokumentum. Isten először ugyanis a zsidó néppel, a kiválasztott néppel kötött szövetséget. Az új szövetség viszont már Isten Jézuson keresztül az egész emberiséggel fog szövetséget kötni, ezért fogjuk ezt így nevezni. Ez lesz a keresztények szent könyve, és elsősorban görög nyelven íródott, aminek a részei a következők voltak. Az evangéliumok. Az evangélium örömhírt jelent, ezek közül az egyház négyet tekint hitelesnek, amiket Márk, Máté, Lukács és János írt, ezek elsősorban Jézus életéről és tanításairól szólnak, amiket Jézus halála után jegyeztek fel ezek az evangélisták. Ide tartozik még a Lukács által írt az apostolok cselekedetei, ami a korai egyház történetét igyekszik elmesélni, aminek főszereplője Pál apostol. Ide tartoznak még az apostolok levelei, ez 21 levél, amit keresztény közösségekhez írtak, és különböző személyiségekhez. Ebből 13-at tulajdonítanak Szent Pálnak a hagyomány szerint. Aztán ott van még a jelenések könyve, ami egy apokaliptikus mű, gyakorlatilag előre megjósolja a világ végét. Diokleciánus római császár keresztényüldözése során a birodalom keleti felében több ezer keresztényt öltek meg, viszont Konstantinus császár nyugaton 313-ban kiadja a Milánó jediktumot, ezzel megszünteti a keresztényüldözést, és a keresztény vallást a többivel teljes egészében egyenrangúvá tette. Így keleten épített egy fővárost, ez volt Konstantinopolis, vagyis Konstantinápoly, ami napjainkban Isztambul. Róma központi szerepét átveszi később Milánó, majd Ravenna. Konstantinus rájött ugyanis, hogy a vallás nem is gyengítette, hanem inkább megerősítette a keresztény vallást, így hát beadta a derekát és pihenő tette még a vasárnapot is. 325-ben a nikaiai zsinaton elfogadták a Szent Háromság tanát, és eretneknek minősítik azt, aki ezt nem hajlandó elfogadni. Nagy Teodózius császár 391-ben tette államvallássá a kereszténységet, és bezáratott valamennyi pogány szentét, ezzel együtt az olimpiai játékok is megszűntek. 395-ben történik meg, hogy Theodosius két fia között felosztja a római birodalmat, ami két részre fog szakadni. Lesz egy keleti és egy nyugat-római birodalom. A germán népek rövidesen pedig előzönlik a birodalom területét. A gótok 410-ben elfoglalják Rómát, 455-ben majd a vandálok, és a brit szigeteken az angolok és a szászak fognak komoly erőt képviselni.